Az ünnepség a nyolcadikosok ballagásával kezdődött, akik osztályfőnökükkel Nagy Brigittával vettek először búcsút társaiktól és az iskolától. Az osztályfőnök és Szentesiné Nánási Tünde igazgató búcsúztató szavai és a jutalmak átadása után a tanévzáró kezdődött. Az első fél évben igyekeztünk benneteket újra igazi, nagybetűs, aranyos csapattá kovácsolni. Sok élménnyel gazdagodtatok, és sokáig tartana felsorolni ezeket a szabadidős programokat. Kettőt kiemelek közülük. Iskolánk egyik legrangosabb, részben városi rendezvényét is megtartottuk. Méltón emlékeztünk Arany János költőnk életére, munkásságára, mely ebben a formában utolsónak számított az iskola életében. Megtartottuk a Róma projektet, verseltünk, meséltünk, és a nemrég megtartott dögnap is óriási hangulatban telt. És emellett szinte hihetetlen, de tanultunk is. Dolgozatot írtunk, online kompetenciamérést. Egész évben azért, hogy ma mindenki sikeresen lépjen a következő osztályba. Szeretném megköszönni pedagógus kollégáim egész éves megfeszített munkáját, Borika néni angol óráit, Timi néni köszönöm, hogy iskolánk minden pillanatát éberen őrzött, ott vagy, ha szükségem van rád. Éva, köszönöm a sok-sok szitakötős órákat, a szakmai munkádat. Tamás, neked a focit, a sok kupát, érmet, dicsőséget. Niki néninek azt, hogy kiemelten figyelsz a fenntarthatóságra, és dökös tanárként mindig helytáltál. Brigi néni, köszönöm a bemutató órádat, és a sok erőfeszítést azért, hogy majd itt ülhess a 8. osztályoddal. Marci néni, te vagy köztünk a legbölcsebb, és olyan jó volt veled ez az utolsó év. Méltó a befejezéshez. Ildi, te vagy a mi nagybetűs mindenesünk. Tarisznyát varsz, köszönjük szépen, mindannyian. Díszítesz, ha kell, és neked sincs olyan dolog, ami lehetetlen. Köszönöm a munkádat, a gyógypedagógus munkáját, Marika néni hittanóráit. Szeretném kiemelni, hogy idén két pedagógusunk is magasrangú elismerést kapott. Molnáné Balog Éva tanítónő Balázs János díjat vehetett át a belügyminisztériumban a hátrányos helyzetű elsősorban a cigány tanulók érdekében végzett munkájáért. Én nagy tapsot kérek a szülőktől. A napokban Székelyné Csordás Mária tanítónő 40 éven át tartó magas szintű szakmai munkájáért kapott miniszteri elismerő oklevelet. Az iskola vezető gondolatai után Szepesi Tibor polgármester köszönte meg az elmúlt 61 tanévet az iskola dolgozóinak, és kívánt jó munkát azoknak a diákoknak és kollégáknak, akik ősztől a város többi általános iskolájában folytatják tovább tanulmányaikat, a munkát. Nehéz volt levezényelni az utolsó napokat, éveket. Egyeztettünk nagyon sokat tankerületi igazgató úrral, hiszen egy olyan bírósági döntés született, amivel nyilván mi nem tudunk szembe menni. Ugye egy nagyon régen történt egy olyan bejelentés vagy feljelentés, ami után egy bírósági döntés született, és ezt a jogász leírt papírt, ezt a jogilag megfogalmazott dolgot végre kellett hajtani a tankerületnek, végre kellett hajtani az itt dolgozó pedagógusoknak, végre kellett hajtani a városnak. Ez megtörtént. Emiatt ez a szomorú nap, de azt látom és azt gondolom, és nagyon bízom abban, hogy az a szellemiség, amely erre az iskolára jellemző volt, köszönhetően az itt dolgozóknak, az itt dolgozó vezetőknek, pedagógusoknak, azoknak a szülőknek és itt végzett diákoknak, vagy itt tanuló diákoknak, ez a szellemiség ez tovább fog folytatódni más épületekben, más közösségekben, más pedagógus közösségekben, de amit hoztak magukkal, és amit visznek magukkal, az biztos, hogy sokáig mindenkinek ott fog maradni a lelkében és lélekben. Aki itt kezdte, az mindig is aranyos diák fog maradni, és második otthonként fog erre az épületre tekinteni. Én azt kívánom a ballagóknak elsősorban, de azoknak is, akik más iskolai épületben folytatják tanulmányaikat, hogy gondoljanak mindig szívesen erre az épületre. Én bízom abban, hogy
hogy folytatódni fog még a lehetőség szerint, hiszen azért ez egy meghatározó épülete a városnak, és ahogy igazgatónő is elmondta, belül megújulva, tantermekkel, bútorzattal, én remélem, hogy lesz még arra lehetőség, hogy valamilyen oktatási célra tudjuk majd használni ezt az épületet. Sági István a karcagi tankerület igazgatója a tankerület nevében adott át emléktárgyakat a pedagógusoknak, a volt igazgatóknak. Varga Mici István, a Karcagváros cigány nemzetiségi önkormányzatának elnöke, és Farkas László, a Jászhegyszolnok vármegyei roma nemzetiségi önkormányzat elnöke is jutalmakat adott át a diákoknak, és elismeréseket a pedagógusoknak. Horváth Tóth Éva, az iskola volt tanítója saját versével. Barkóczi Zoltán előadó művész. Az iskola volt diákja zongora játékával vett búcsút az Alma Matertől, amely 61 év után most bezárta kapuit.